Ukrajna kedden azt mondta, rajta kívülálló okok miatt kénytelen felfüggeszteni a gázszállítást az orosz erők ellenőrzése alatt álló Szokranyivka imérőállomáson és a Novopskov kompresszorállomáson keresztül. Eddig itt haladt át az Európába irányuló orosz gázszállítmányok, csak nem harmada. Kedden még összesen 95,8 millió köbméter orosz gáz érkezett Ukrajnán keresztül Európába. Az önhatalmulak kikiáltott Donetszki népköztársaság vezetője, Denis Pusilin közölte, hogy nincs több civil a Mariupoli Azovstál acélgyárban, miközben ukrán források szerint még legalább száz civil és több sebesült ukrán harcos tartózkodik még a föld alatti bunkerekben. Az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai Herszon régió hatóságai pedig bejelentették, hogy csatlakozni szeretnének Oroszországhoz. Az amerikai hírszerzés úgy véli, hogy az ukrajnai háború valószínűleg kiszámíthatatlanná válik, és intenzívebb lehet a következő hónapokban, mondta az amerikai országos hírszerzési igazgatóság vezetője. Az elmúlt éjjel újabb támadás érte Odesszát. A rakéták több épületbe, köztük lakóházakba csapódtak be. A támadásban egy ember meghalt, többen megsebesültek. A BBC forrásai szerint megkezdődött a végső harc Mariupolban az Azovstal acélipari gyáróriás területének elfoglalására.